Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban egy egészen különleges beszélgetés vár ránk, hiszen vendégem Maros Ilona képzőművész, aki egy legenda. Én azt gondolom, hogy nemzetközileg is elismert képzőművészt régen köszönhettünk itt a stúdióban, csókolom a kezét. Jó napot kívánok! És azért még hozzáteszem a teljesség igénye nélkül természetesen, hogy azért az fontos az előélete is, annál is inkább, hiszen egyetemi doktor és közgazdász. És ez a kettő, ez egy kicsit furcsa. Viszont az, hogy milyen életút vezetett ahhoz a nemzetközi elismertséghez, a világhírnévhez, az nagyon is predesztinálja, hiszen az eleve elrendelés mindig a családból ered. Ezért aztán kérem, hogy meséljen a családjáról, hiszen rendkívül érdekes életutat járt be az édesapja és édesanyja egyaránt. Honnét jött az indítatás, hogy kezdődött az egész pálya? Az iskolában tanárok által közvetítve, édesapám által effektíve műtárgyban közvetítve, édesanyám, aki költő volt, miután három gyermeket szült, életét teljes egészébe a gyerekei nevelésére fordította, és ebben kiemelt jelentőségű volt az irodalom, hogy tanuljunk meg időbe levelet írni, hogy helyesen és jól artikulálva beszéljünk, hogy a gondolatainkat tudjuk továbbadni írásban, szóban, és valamilyen szép, míves tárgyba. Tehát így voltunk fölnevelve. Ez nagyon kapcsolódik az iskolai oktatáshoz, aztán zenei tanulásokhoz. Egy komplex életszemléletet tanultunk tőlük. Édesapja egy rendkívüli pályát futott be, hiszen tudjuk, hogy építési vállalkozó volt, és ahogy ön írja egy visszaemlékezésében, olyan felújításokban vett részt, amelyek kellően nagyívűek voltak, és ráadásul művészi értéket képviselnek. Gondolok itt a Szent Péter és Pál főplébániára, az Újlaksarlós Boldogasszony templomra egyaránt. Ez mennyire határozta meg az ön rálátását a művészetre? Hiszen ezek fontos dokumentumok. Igen, nagyon meghatározták. Térszemléletet sajátítottam el, mert édesapánknak nevelési elve volt, hogy a folyó munkákat a gyerekek megismerjék. És akkor bemutatták például az esztergomi bazilikát, amiben több munkát is elnyert édesapám pályázat útján. Tehát benn állni abba a hihetetlen gyönyörű térbe, majd fölmenni a tornyokba, hát ez egy fiatal ember számára rendkívüli élmény. Tehát ez meghatározta a későbbi munkáit is. Igen. És itt kell beszélnünk a Kolping elvről. Mégpedig azért, mert édesapja számára fontos volt, és nem különben önnek is. Tehát egy könnyű katolikus papról beszélünk, aki nagyon sokat tett azért, hogy ha úgy tetszik, a nem túlságosan jó anyagi körülmények között élők is eljussanak A-tól B-ig. Már nagyon 21. századén mondtam. Kifejezetten a munkás emberek életminőségének a javítása volt a cél, nem segélyekkel, hanem tovább működés tanulásával. Tehát tanították a vállalkozást, tanították a mestervizsgákra való felkészítést, és ezek láncreakciószerűen hatottak tovább. Édesapámnak a fő koncepciója a magyar szakmunkásság újratermelése volt, aminek ugye a hibáit ugye az elmúlt esztendőkben tapasztalhattuk, és gondoltam eközben édesapámra, aki rengeteget tett azért, hogy ez a 40-es években jól beinduljon, szakszerűen.
tudatosan készítették fel az életre? Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye az építész édesapa, aki azért teljesen másként gondolkodott a világról abban az időszakban, hiszen a 40-es éveket éltük akkor, illetve az édesanyja, aki költőként dolgozott, és amikor iskolát, illetve óvodát kellett választania, akkor nyilvánvaló, hogy gondoltak arra, hogy egy a fiatal szárnyaló tehetség majd később megkapja azt az indítatást, ami elkíséri máig. Így igen, volt ez? Igen, így történt. A Ranolder intézetbe irattak be szüleim, ahol reggel 8 órától délután 5 óráig, fél 6-ig volt a tanulás. Kiegészítették a tananyagot, ugye Kodály Zoltántól ismert szolmizációs rendszerrel, ez rendesen, tantárgyszerűen kapcsolódott a napi feladathoz. Érdekes, színes és elég nehéz volt ezekre felkészülni. Tehát egy bővebb oktatási program volt, de mi nagyon szívesen csináltunk. Tehát ez művészeti program volt, egyik oldalon ott volt a zene, másik oldalon a képzőművészet, tehát a rajz akkor még nyilvánvaló. Igen. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges, hogy... A bölcsőben. A bölcsőben? Ugye érti? Igen. Igen. Az intézményben tanulva fő koncepció volt, hogy felismerjék a tehetségeket, és aki tehetségesnek bizonyult az ő szakmai szemléletük szerint, arra háromszor annyi feladatot terheltek. Igen, hát ugye érti? Igen, igen. És ez hozta meg elég korán az eredményt. Tehát a tehetség önmagában nem elég, azt tudjuk. Így elkötelezettnek van. Kell lenni, és szorgalmasnak. Így bizony. Márpedig ön szorgalmas volt, és ez vezethette oda, hogy nyilván a képzőművészeti tanulmányait is folytatta. Ugye, mert azt tudjuk, hogy általános gimnáziumba járt végül is, és emellett kellett eljutni egy bizonyos szintre. Kiknek köszönhető ez, hogy az alapokat egyre magasabb szintre tudta fejleszteni? Elsősorban a tanáraimnak. Írom a könyvembe, hogy a fizika épp úgy fontos volt, amit egy egyetemi tanár tanított, történelem vetületbe történt, mert 56 után egy csomó egyetemi tanár gimnáziumokba helyeztek vissza büntetésből. És íme a történelem nekem fantasztikus élményeket hozott, fantasztikus tudás alapokat, és így tudtam egyetemre menni. Igen, de ez érdekes az egyetem választása, hiszen az emberfia azt gondolná, hogy egy ilyen kiugró tehetség, akiről mindenki tudja, hogy rendkívül tehetséges képzőművész, egy másik pályát választ. Ez miért történt így? A másik pályába én igyekeztem a közgazdaságtudománynak azokat a részeit jobban tanulni, kiemelni. Ilyen volt a filozófia, jövendő képzőművészeti munkáimnak a szellemi tartalma, amit ma is nagyon fontosnak találok. Nem dekorációkat készítek, bár azok is lehetnek művészi értékű, hanem olyan munkákat, ami az embereknek ad valami fajta eligazítást, ad valami fajta olyan típusú gondolati, érzelmi töltést, amit utána mindennapi életükbe, mint napi élmény, mint napi induló érzet el tudnak sajátítani. Tehát van valami hasznosságuk. Hogy indult el a festőművészi pályája, hiszen nyilvánvaló, illetve a képzőművészi pályája, hiszen nyilvánvaló, hogy ahogy tudjuk, rengeteg külföldi tanulmányúton vett részt, tehát fontos volt az, hogy egy kicsit kitekintsen. Ugyanakkor nagyon azt is tudjuk, hogy a képzőművész pálya meglehetősen zárt. Tehát valahol az indítatás mellett kellett ahhoz segítség, hogy befogadják.
Tehát önmagában a tehetség néha nem elég. Ez hogy történt? Nehezen. Így jó. Nehezen történt, de én a profi festőművészi célt tűztem ki magamnak. Ez sok munkát jelent, mert rengeteg típus változata van a képzőművészetnek tartalmilag. Például nem tudom, hogy tudják, hogy portrét a festőművészeknek csak nagyon kicsi százaléka tud készíteni, és ha a tehetség jól alapozott, ha a vizuális megfigyelés rendszer jól összhangban van a technikai felkészültséggel, akkor jó munkák, érdekes festmények jönnek létre. Az egyetemi doktorátus megszerzése után egyetemi előadó lett. Igen. Emellett pedig már elkezdte a képzőművész pályát is. Ez kézenfogva járt, ez a kettő? Ezek párhuzamosan jártak. Ha külföldi hivatalos utam volt, akkor természetesen én a múzeumokba jártam, és igyekeztem ezt a másik felét életemnek is építeni. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy a képzőművészetnek szenteli teljes egészében az életét? Volt erre egy meghatározó ok? Igen, igen. Most kaptam nem régen egy visszacsatolást, ugye ez 50 évvel ezelőtt történt. Ez Mongóliában volt. A Gandán kolostornak az udvarán voltam, és gyönyörködtem a templom belső festmény rendszerével. Ismerkedtem meg, és itt találkoztam a Gandán kolostornak a tudományos papjával, és érdekelt, hogy ez a furcsa keleti ábrázolási mód, ugye kéztartások, kultikus ruhák, hogy ezeknek mi a filozófiai tartalma. És akkor mondta, hogy komolyan érdekel, mondtam, hogy nagyon komolyan. És ott ő elmondta, hogy ez a buddhista vallás különböző jelrendszere, milyen fantasztikus emberi gondolatokat sűrít magába. Ilyen volt például akkor, ebben a pillanatban, illetve abban a pillanatban Magyarországon a nők éve volt. Engem, mint gondos, jól dolgozó hölgyet tartottak számon, és itt azt mondta ez a kedves tudományos úr, hogy náluk a családot védő kéztartás. Európai kultúrába családot védő fogalmi rendszer, csak másodlagos, harmadlagos, amikor megjelenítik, vagy szó kerül róla. Itt fő motívum volt, jelentős szimbólum, ezen kívül ők a női alakokat nem testszínűre festik, hanem megfelelő szimbolikus háttérrel, kékbe, zöldbe, fehérbe, és akkor a kép értelmezése, hogy okos légy, hogy tanuljál, hogy kézbe van véve egy olyan tárgy, ami azt jelenti a könyv, szimbólum, tudás, szerzés célja. És akkor azt mondtam, hogy akkor ez az én gondolataimmal egyező, akkor festeni kell olyan képeket, mint amit ott a templom belsőjében láttam. Visszaigazolás. Tehát sikerült átemelni a saját művészetében. Igen. Igen. Azt hiszem, hogy ennél nincs fontosabb, hiszen a számtalan külföldi út egyik oldalra, ez nem kirándulás egy alkotó ember számára, igen, sokkal inkább ezeket fel tudja használni és átemelni a mindennapjaiba. Igen, így a festészetre jellemzővé vált a dekoratívitás, hogy olyan színkombinációkat használok, ami egy egyensúlyt, egy lelki
érzelmi egyensúlyt is teremt. Így kiemelkedik a mindennapi életből. Az épületekhez kapcsolódó munkáiról kérdezném, mert azok is egészen más elvek mentén születnek. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta képi világ, amit megteremt, az egészen különleges. Igen. Amikor átlépünk egy más térbe, vagy egy nagyobb falfelületre, akkor az alkalmazható formarendet át kell alakítani. Na most lehet úgy, vannak ilyen tapasztalataink, hogy valaki egyszerűen, szó szerint idézem a művészettörténészt, úthenger palástjának gondolja az épület oldalát, és amit kicsibe otthon vászonba megalkotott, azt egyszerűen átmásolja arra a felület részre. Én teljesen átalakítottam a formarendet, mert abban a geometriai helyzetbe egész más viszonylatok érvényesülnek. Így készült el a 200 négyzetméteres sgraffito. A sgraffito egy műfaji megnevezés, azt jelenti, hogy falba épített, falhoz kapcsolódó, nem festék, hanem valami reliefszerű megjelenítési mód. Tehát ezek homlokzati díszek többnyire. Viszont akkor, ha már itt tartunk, akkor kell, hogy beszéljünk a színeiről, hiszen ez is egészen különleges színeket ad nekünk. Tehát nem csak látványos, hanem teljesen más ez a szín. Ennek is van egy története. Igen. Ez már tudomány, és 21. század béli tudomány most. Szeretettel adom át a nézőknek ezt az információt. A színek önmaguk elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Kedves régi családi barátunk, ő ezzel foglalkozott, mint a Műszaki Egyetem tanszékvezetője, tehát ezt racionálisan le is mérték. Gyönyörű könyve jelent meg az Akadémia kiadóban, ami ezekkel a színi kisugárzásokkal foglalkozik. Tehát ha van otthon az embereknek egy gyönyörű festménye, az nem csak a képi kidolgozottságból nyer értelmet, vagy a gondolati közlésből, hanem hogy este leülünk elé, mellé, és kellemesen érezzük magunkat, azért, mert a képnek van ez az elektromágneses sugárzása, ami a gyógyító kategória színvonalán mozog. Tehát ezt meg kell tanulnunk. Igen, lehet. Viszont... De a legjobb, hogyha több képünk van. Olaszországban voltam tanulmányúton, és meglepődve tapasztaltam, hogy a családoknál 30-40 kép van a falon. Természetesen azonnal információt kértem, és mondták, hogy itt náluk ez mindennapos téma, mert ha egyik képet megunták, akkor visszaviszik a galériába, és akkor ott egy nagyobb, egy magasabb értékű munkával ki tudják cserélni, és akkor csak a különbözetet kell kifizetni. Igen, ennek tükrében mi még nem tartunk itt sajnos hazánkban, viszont ha már a külföldről beszéltünk, akkor nagyon fontos, hogy Párizs, Cannes, Marseille, tehát Franciaország nagyon kedves lehet az ön számára, hiszen számtalan elismerés kitüntetést kapott, Olaszország nem különben. Ez mennyiben erősít meg egy alkotó embert? Hiszen jó néhányan vannak, akik azt mondják, hogy a kitüntetés nem számít, az a fontos, hogy a képeimet vegyék, és gyönyörködjenek benne, nem. De azért tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Ez nagy megerősítés? A megerősítés nemhogy megveszik, hanem kivel tudok kommunikálni. Tehát egy sokkal mélyebb kapcsolatot kell kiépíteni, ahol a kép csak egy tárgyi hitelességet bizonyító tény. De az, hogy a kép milyen
hatást tud elérni, az általában inkább csak a közvetlen négy szem közt, hat szem közti beszélgetések során kapcsolódik a nézőhöz. Szakmailag a képzőművészet egy kétpólusú tevékenység, szembe minden más művészetnél. Egyik oldalon van a művész a maga alkotókészségével, másik oldalon vannak az emberek, a nézők, és e kettő kapcsolatrendszeréből kommunikációját nevezem én művészetnek. És televízió beszélgetésünket is arra gondoltam, hogy a nézők felé irányítom. Nyilvánvaló. Kérem a segítségét. Így van. No, tehát amikor arról beszélünk, hogy a kép önmagáért beszél és megszólít bennünket, azért nagyon fontos, hogy a művész is megszólítja az embert, hiszen amint tudjuk, rengeteg olyan előadást tartott, amelyek nagyon fontosak. Én egyet emelnék ki, a humanizáló elemek a magyar képzőművészetben. Önmagában már ez a megfogalmazás is érdekes és fontos. Hát igen, igen. Minden típusú emberi dolog megfesthető képen és megrajzolható. Tehát ilyen vég nélküli lehetőséget ad a művészeknek. Én úgy gondolom, hogy az a műtárgy és az a kommunikációnak van értelme, ami az embereket tovább segíti jövőbeli céljai elérésébe. Vagy segítséget ad nehéz élethelyzetek megoldásába, mondjuk éppen itt most Magyarországon. Tehát vannak olyan festvények, lehetnek, amik negatív dolgokat jelenítenek meg, és vannak olyan festmények, melyek humanizáló hatásúak. Tehát az előadás erről szól, a képek, az előadás. Igen. Viszont ehhez szervesen hozzátartoznak a könyvek is. Tehát az ön könyvei nyilvánvaló, hogy a köznapi ember számára nehéz olvasmányok, viszont mégis olvasmányosak, amelyekben rávilágít arra, hogy miként, milyen szellemi üzenetet hordoz egy-egy alkotás. Fontosak számára ezek az alkotások, a könyvek? Most volt egy nagy életmű kiállítás, és mindegy kísérlet, hogy a maga gondolataira feljek. Meghívtam ugye embereket tekintettel a járványra, kisebb létszámba, és alkalmam volt velük közvetlen kommunikációt folytatni. Legnagyobb meglepetésemre az emberek nyitottak voltak, és elkezdtek beszélni gondolataikról, mit látnak, annak egy átértékelt változatáról, és akkor megszólaltam, hogy állj, leszeretném írni. Olyan fantasztikus dolgokat mondtak, tehát mindenfajta értés benne van az emberekbe. Csak nincsenek alkalmak, ahol ezt el tudják mondani. Ugye egy kiállítóterem, az egy üres tér, ott van egy protokoll megnyitó, nem alkalmas. Úgy gondolom, hogy mint legkorszerűbb technika, a televízió útján lehetne elindulni, és az embereknek további bátorságot adni, hogy menjenek műtermekbe, keressenek föl művészeket, vagy legyenek ilyen irányú egyéb kapcsolatok. Tehát ez egy felhívás is tulajdonképpen. Azt tudjuk, hogy folyamatosan dolgozik. Mi inspirálja még mindig? Az, hogy az embereknek el tudja mondani, elmagyarázni, hogy milyen nagy szükségünk van ebben. Igen, a felgyorsult világban? Tapasztalok az életbe valami olyan dolgot, amit meg szeretnék oldani, és ezt képi úton teszem meg. Nagyon jó. Tehát ez inspirálja. Jó. Mit kívánjunk önnek? Mindjárt a beszélgetés végén. Hát jó egészséget természetesen.
Én azt kívánom, hogy továbbra is azzal az eleganciával, azzal az átélt művészi szaktudással oktassa a jövőt, a jövő nemzedékét és minket is, ahogy eddig tette, és még mit tegyek hozzá. Lehetőségek szükségesek. Én ezeket a lehetőségeket a saját tudásom, közgazdasági tudásom szerint, a marketing szabályai szerint feldolgozom, és így próbálok közelebb kerülni az emberekhez. Megtörtént. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!